Üdvözlet mindenkinek, szervusztok! Földi Péter vagyok, a Szegedi Tudományegyetem Fizikai Intézetéből, és folytatom azt a videósorozatot, amelyben mozgásegyenleteket oldunk meg Python segítségével. Ennek az őszi-téli évadnak az első két epizódjában hullámokkal fogunk foglalkozni, aztán pedig hajításokkal, hát hogy izgalmasabb legyen, majd célbadobást fogunk modellezni. Egyébként köszönöm a visszajelzéseket, sokat tanultam belőlük az előző négy rész kapcsán, többek között azt, hogy a népszerű videó megosztó oldal az csökkenti a felbontást, így nagyobb betűket kell használnom. Hát illetve, bár az elmúlt fél évben nagyon sok minden történt a mesterséges intelligencia fejlődése kapcsán, az az algoritmus, ami a hátam mögött lévő konyhaszekrényt kicseréli a könyvespolcra, az sokat nem fejlődött, de ezzel talán együtt tudunk élni. És akkor kezdjük talán azzal, hogy gyorsan átszaladunk azokon a dolgokon, amiket korábban már megbeszéltünk. Természetesen, aki emlékszik az előzményekre, az hagyja ki ezt a részt nyugodtan. Itt van tehát a mozgásegyenlet, ami azt fejezi ki, hogy egy testnek a gyorsulása az arányos a ráható erők szumma effel kifejezett eredőjére. Ahhoz, hogy ezt értelmezni tudjuk, ahhoz szükségünk volt a pillanatnyi sebesség, illetve gyorsulás fogalmára. Amikor ez megvolt, akkor már képesek voltunk numerikusan megfogalmazható és megoldható problémává fordítani a mozgásegyenletet. A dolog lényege valahogy az volt, hogy az időtengelyt elegendően kicsi deltati időintervallumokra bontottuk. Két módszert is megbeszéltünk ezzel kapcsolatban. Az egyik az Euler-féle, az leginkább szemléltetésre való, de a másodrendű Runge-kuttával azzal szép problémákat tudtunk megoldani. Például a rugóval összeköttetésben lévő test mozgása, ahol a rugóerőn kívül külső gerjesztés is lehetett. Ezt megcsináltuk két dimenzióban is ezt a rezgést, szép liszazsugörbéket kaptunk, illetve amikor több mint egy test, azaz kettő volt, akkor tanulmányoztuk a csatolt rezgéseket. A mai alkalommal azt szeretném megmutatni, hogy hogyan lehet megúszni azt, hogy nekünk kelljen megírni azt a rutint, amely megoldja a mozgásegyenletet, hogyan vehetjük rá magát a Pythont, hogy megoldja helyettünk, és így engedje nekünk, hogy magára a problémára koncentráljunk, nézzük, hogy abban mi az érdekes. Ehhez ezt a problémát hoztam mára, ez ugye egy rugalmas lánc, ami a csatolt rezgéseknek egy általánosítása, tehát van n darab tömegpontunk, az elsőt mondjuk Python szerint indexezzük nullával, első, és akkor ha n-en vannak, akkor ez n-1, ezeket ugyanolyan d rugó állandójú rugók kössék össze, amiknek a nyújtatlan hossza L0, és akkor, hogyha az i-edik tömegpontra koncentrálunk valahol a sor közepén, akkor legyenek ezek a hosszú szaggatott vonalak itt, meg itt, illetve baloldalt, az egyensúlyi helyzetei a tömegpontoknak, és az ehhez képesti elmozdulást jelöljük xi-vel. Az i-edik esetén, illetve i-1-el, xi+1-el, a bal, illetve jobb oldali szomszédoknál. Nyilván a középső tömegpontra a mellette lévő rugók hatnak erővel, ezeknek a hosszát szépen a szomszédok, illetve saját maguk elmozdulásával ki lehet fejezni, ez a baloldali rugó hossza, ez a jobb oldali rugói. Ha ebből kivonjuk az L0-at, akkor megkapjuk a rugók megnyúlását, és abból már az erő is készen van. Arra kell figyelni egyedül, hogy a jobb oldalon, ha a rugó megnyúlása pozitív, akkor ha az x-tengely jobbra van irányítva, akkor az rugó által az i-edik tömegpontra kifejtett erő is pozitív, tehát itt nem negatív, hanem pozitív előjelet kell írnunk. Most, hogy a dolog jól definiált legyen, ahhoz valamit mondanunk kell arról, hogy mi történik a széleken, a peremeken, szóval peremfeltételt kell szabnunk. A legegyszerűbb a rögzített vég, amikor a falhoz van mondjuk ragasztva a két szélső tömegpont, soha nem mozdul el, ezt a szumma ráható erők eredője nulla, ezzel tudjuk kifejezni. Ilyenkor ugye, hogyha kezdetben nem volt sebesség, akkor ugyanott marad, ahol korábban volt, tehát ez mindig igaz, hogy itt elmozdulás az nulla lesz.
Egy másik lehetőség, amikor azt mondjuk, hogy nincs semmihez sem kötve a két szél a láncnak, ilyenkor ugye az X0-nak nincs baloldali szomszédja, illetve a lánc másik végén pedig jobboldali szomszéd nincs. Ha nincs szomszéd, akkor abból nem származik erő, tehát mondjuk a nullásra az összes erő kifejezése az ilyen egyszerű lesz, mert csak a jobboldali tag szomszédja hat rá. És az utolsó, a harmadik érdekes peremfeltétel, amikor azt mondjuk, hogy a nulladik tömegpontnak a baloldali szomszédja legyen a másik szélen lévő tömegpont, az N-1-es, ami praktikusan azt jelenti, hogy úgy lehet ezt elképzelni, minthogyha ezt az egyenest, amely mentén rezegnek a tömegpontok, egy karikává hajlítaná az ember, és akkor itt a nulladik tömegpont, tőle jobbra az első, balra pedig az N-1-edik. Majd mind a három peremfeltételt fogjuk vizsgálni numerikusan is. No, de ahhoz, hogy meg tudjuk keresni, hogy Pythonban milyen rutin az, ami megoldhatja nekünk a mozgásegyenletet, tudnunk kell, hogy precízen matematikai szempontból, hogy hívják az ilyen jellegű problémákat. Hát ez idáig numerikus értelemben ezt gondoltuk a mozgásegyenlet alatt, ahol az elegendően kicsi delta t intervallumot itt a tévessző körül kellett venni. Most ha ez a delta t tart nullához, amit nem fog részletesen elmagyarázni, próbáljuk szemléletesen elképzelni, akkor a keletkező egyenletben ezt a jelölést szokás használni, hogy dv per dt például, ezt a v-nek a t szerinti deriváltjának szokás hívni, az ilyen jellegű egyenletek pedig differenciál egyenletek, illetve differenciál egyenletrendszer esetünkben, mert még egy részecske esetén is két egyenlet van, és hát szóval differenciál egyenlet megoldó rutint kell keresnünk, ami tulajdonképpen innen visszavisz minket a numerikus számolások világába, tehát ez volt itt a matek, és aztán újra numerikus számolásokká fogjuk fordítani ezt a differenciál egyenletrendszert. A mi esetünkben ráadásul nem csak két egyenlet van, mert n darab elmozdulásunk van, illetve ugyanannyi sebességünk, tehát ez egy kéten dimenziós tömb, amit szokás vektornak is nevezni, még akkor is, hogyha ez nem pont olyan, mint a helyvektor. Szóval, hogyha valaki megoldó rutint keres mozgásegyenlet ügyben, akkor a közönséges differenciál egyenletrendszer, illetve a kezdeti érték probléma, ami ugye azért van, mert hogy t egyenlő nullában kell megmondani az x-eket, illetve a sebességeket, ennek megfelelő ordinary differential equation, illetve initial value problem kifejezésekre keressen rá. És amit még utoljára, mielőtt a numerikus részhez megyünk, meg kell beszélni, hogy hogyan lehet ábrázolni ezt a problémát. Úgy ugye sűrűsödések, ritkulások vannak valójában, egyre közelebb, illetve vagy távolabb mennek egymástól ezek a tömegpontok, ezt így nagyon nehéz szemléltetni, ezért praktikus, hogyha az ember az mondjuk az X-tengelyre felrajzolja, hogy melyik pontról van szó, tehát mi volt az I-index, a Y-tengelyre meg fölméri az egyensúlyi helyzettől való kitérést. Tehát itt például I-null körüli, ez a hupli azt jelenti, hogy I-null körül vannak nem nulla kitérések, amik így rajzolva pozitívak. Hogyha az idő múlását is figyelembe akarjuk venni, akkor még ide tehetünk egy T-tengelyt, és ezen ábrázolhatjuk ezeknek a pontoknak a kitérését. Ez nem lesz nagyon sikeres, de azért meg fogom mutatni. És még nyilván ez annyit érdemes hozzátenni, hogy ezek ugye csak pontok, de hogy az ember szeme könnyebben tudja látni, hogy milyen mozgásról van szó, ezeket össze fogjuk kötni. És akkor végre programozunk. Mutatom a kódot, amelyik megoldja a mozgásegyenletet a rugalmas lánc esetén. Ezen egyébként Pablisinész Tamással dolgoztunk együtt, aki a Sztelo Gábor Evangélikus Gimnázium 4. diákja. Szóval itt az elején vannak a szokásos include sorok. Itt kezdjük el definiálni a programhoz szükséges változókat. 1000 darab tömegpontot veszünk, dt 2 másodpercenként íratjuk ki az eredményt, a rugóállandó az 1, a tömegek 1-ek,
nullától 1500 szekundumig fogjuk vizsgálni a problémát, és a kezdő állapot majd egy olyan harangörbe lesz, aminek X0-ban van a X0 egyenlő 500, tehát az 500. tömegpontnál van a közepe. Itt gyártjuk le azt a két n-dimenziós listát, ami tulajdonképpen, amiben először a koordináták, illetve az elmozdulások, utána pedig a sebességek vannak. Hát a későbbiekben hasznos lesz, hogy innentől majd a numerikus Python, NumPy, magyarul NumPy tömbjeit használjuk, tehát, mert azok egyszerűen rugalmasabbak, több mindent lehet velük csinálni, tehát ez egy ilyen NumPy tömb. Ebben a melyik pont listában van benne az, hogy mi az i index, amit i-vel jelöltünk, mi az indexe az egyes pontoknak, és itt adunk mondjuk meg a kezdeti kitérést, ami akkor még egyszer egy ilyen harangörbe az x0 körül, és még szükség lesz majd azokra az időpillanatokra, amikor ki akarjuk értékeltetni az eredményt, ez dt-nként elosztva a nulla t, tehát egyenletes időközönként a nulla és nagy t között dt-nként szeretnénk majd látni az eredményt, és itt jön a lényeg, ebben a jobb oldal nevű függvényben mondjuk meg, hogy egy adott időpillanatban az x-eket és v-eket tartalmazó tömbnek, hát most már mondhatom így, mi az időderiváltja. Hát ebből nyilván a sebesség, ami érdekes, mert a x-ek időderiváltja a v, de hogy ezt könnyebben kezeljük, külön vettem, az első n elem ugye azok a kitérések, az utolsó n, második n pedig a sebességek. Csinálunk egy n-dimenziós tömböt, ami a gyorsulás, és hát ennek értéket adunk. Tehát egyszerűen beírjuk azt, amit az erőre kaptunk, és elosztjuk a tömeggel. Ez itt most, ez a két egyenlet ugye a rögzített végre vonatkozik, amikor a széleken lévő tömegpontok nem gyorsulnak, de itt van a másik két korábban említett peremfeltételhez tartozó egyenlet is. Ha valaki játszik majd a kóddal, az nyugodtan cserélje ki, és akkor vizsgálgassa ezeket is. És a legvégén ugye összefűzöm a sebességet, meg a gyorsulást egy két n dimenziós listává, és ezt adja vissza ez a jobb oldal nevű függvény. És ami megoldja nekünk a mozgás egyenletet, az a Solve Initial Value Problem nevű rutin, aminek szüksége van egy jobb oldalra, amit már itt éppen most számoltunk ki, arra az intervallumra, ahol meg szeretnénk oldani az egyenletet, a kezdeti sebességekre, illetve koordinátákra, illetve meg lehet azt is mondani, hogy milyen időpillanatonként akarjuk látni az eredményt. Az eredményt, amit úgy tudunk kinyerni azután, hogyha lefutott ez a rutin, hogy a megoldás sok ezekben az időpillanatokban, ennek megoldás nevet is adtam, tehát ennek a megoldásnak a pont y-jai, abból az első n ugye a koordináta, a második n, a utolsó n pedig azok pedig a sebességek. És hogyha ezt az ember ábrázolni akarja három dimenzióban úgy, ahogy vázoltuk nem olyan rég, akkor kell csinálni egy ilyen egyenletes rácsbeosztást, mert mi felületet szeretnénk majd látni, és akkor így lehet például háromdimenziós ábrát készíteni, de ez nem lesz különösen jó, futtassuk le a programot, és mindjárt meglátjuk. Azért kell ennek egy kis idő, hogy kiszámolja, tehát végig számolja ennek az 1000 pontnak a dinamikáját, de azért olyan végtelenül sok nem, mindjárt mutatom az eredményt. Tehát az látszik, innen indultunk kezdetben, és akkor két irányba indult el valami zavar, ami a széléről visszaverődött, tehát ez itt az időkoordináta, ez meg a helykoordináta, tehát ez megy 1000-ig, a függőleges tengelyen pedig a kitérés van, de hát azért ezt így igazándiból nem nagyon lehet jól látni. De sokkal szemléletesebb, tehát ebben az esetben tényleg érdemes videót készíteni. Most nézzük először a rögzített véget, amit az előbb mutattam. Tehát elindult középre, és két irányba szakadt szét ez a kezdeti hullámcsomag.
Tehát ez a kis harangörbe, elérjük a szélét, ott a széle nem mozdul, és onnan visszaverődik. Érdemes figyelni, hogy itt a fázis megváltozott, tehát hullámhegy ment oda, és hullámvölgy érkezik vissza, és most ezek a két fél ezt találkozik egymással, interferálnak, majd áthaladnak egymáson. Ez mutatja a kezdeti kitéréseket, tehát ez az a középre centrált harangörbe, amit emlegettem. És most megmutatom, hogy mi történik a szabad vég esetén. Itt ez a része teljesen ugyanaz, nyilván akkor várunk különbséget, amikor odaérnek a hullámok a széléhez a láncnak. Itt ugye megmozdulnak a szélső tömegpontok is, és itt nem történik meg az a fázisugrás, ami a rögzített vég esetén látható volt. Erre majd lehet, hogy érdemes visszatérni, mert ez kísérletileg is látszik, mondjuk egy gumikötéllel, de még az elektromágneses hullámok esetén is igazak ezek a fázis viszonyok. És végül nézzünk rá a periodikus peremfeltételre, ahol a kezdő állapotot nem középre helyeztem, mert így jobban látszik, hogy mondjuk a bal oldal, amikor elér a szélére, akkor a jobb oldalon visszajön, most találkoznak, interferencia következik be, áthaladnak egymáson, a jobb oldali elér a széléhez, és visszajön balról. Tehát olyan, mintha nem is volna az a szélén semmilyen akadály, szépen átmegy rajta, csak hát a második oldalon érkezik vissza. Majd készítünk erről egy olyan ábrát is, ami körmentén mutatja a kitéréseket, ott még jobban látszik ez. És hát tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani a mai alkalommal. Remélem, hogy hasznos volt, köszönöm a figyelmet, szervusztok!